Köszöntöm kedves nézőinket! Idén negyedszer rendezik meg a Mi Atyánk Hete program sorozatot, melynek keretein belül kiállítás megnyitót rendeztek itt a Bakástéri templom altemplomában a Hatok alkotói csoport képeiből. A mai közös térben erről a megnyitóról tudósítunk Önöknek. Tartsanak velünk! A Mi Atyánk Hete Fesztivál eddig is szép eredményekkel büszkélkedhet. Nagy nevek, teltházas koncertek, magas művészi színvonal jellemezte az elmúlt évadokat. A rendezvény főszereplője idén is az Assisi Szent Ferenc templom, a művészek állandó alkotótársa pedig az építő Ybl Miklós. Az épületet hamarosan felújítják, így az idei program sorozat az utolsó nagy találkozási lehetőség a renoválás előtt. Nagyon szeretnénk, és ez az igazán fontos szándék, hogyha a templom a környéknek, a városrésznek az a köztere lenne, mint aminek eredendően is épült. A templomot ezért úgy mondjuk, hogy megnyitjuk. Idén a produkciónk mellett a főszereplő az az altemplom, ahol most beszélünk, ami különböző technikai okok miatt eddig nem volt a közönség előtt nyitva. Most pedig hát mindenkit szeretettel biztatok, hogy jöjjön el, mert csodát fog látni. És hát ez az egyik utolsó alkalom, ugye, hogy ebben a formában lehet látni az altemplomot, mert hamarosan felújításra kerül maga a templom. Nagy felújítás előtt van a templom, és valóban mondhatni azt, hogy az altemplom megtekintése az első és utolsó alkalom. Ezért mondtam azt, hogy mindenkit jó szívvel biztatok, hogy jöjjön, nézze meg. A szándékainkat különböző módszerekkel próbáljuk elérni, például azzal, hogy a templomra úgy gondolunk, mint állandó szereplőre, és Ybl Miklósra is, mint egy állandó szereplőre, tehát kettejük köré szerveződik tulajdonképpen, szinte személynek tekintem az épületet, és az épületet úgy képzeljük el, mintha egy öreg hangszer lenne, amihez talán már nem is értünk, a gazdája se ért hozzá. Ezért a kísérlet minden évben az, hogy hogyan tudjuk megszólaltatni az épületet. Hatok néven működik egy kortárs képzőművészeti csoport, akiknek négy egyenként 7-7 képből álló tematikus sorozatát állították ki a Bakástéri templom altemplomában. A művek ismert evangéliumi témákkal dolgoznak fel, a 7 főbűnt, a 7 erényt és a 7 pecsétet. A nagyméretű kortárs alkotások találkozása Ybl Miklós világával új minőséget hozott létre. A Hatok kiállításának megnyitóján a különleges tér és a nem mindennapi alkotások mellett szerepet kapott Szent Martin is egy szaxofonos improvizációval. Egy olyan művészcsoport, akik önszerveződőek, ez nem egy jogilag rögzített egyesületi forma, hanem egy szakmai baráti kapcsolatot jelent. Évente művésztelepeken erősödik meg ugye ez az együttműködés, és jellemzően azt a technikát találták ki maguknak, hogy komoly belső beszélgetések, sőt viták alapján kitűznek egy-egy kérdést, és hatan, hatféle választ adnak rá. Az a kiállítás például, amit most itt bemutatunk, az alapvetően a bibliai, evangéliumi motivumokra épül, tehát a 7 főbűn, a 7 erény és a 7 pecsét, ezek evangéliumi elemek, és erre kortárs művészek valamilyen vizuális választ adnak. Hatok egy 2011-ben alakult csoport, amely magát gerjesztve alakult ki egy baráti társaságból,
és együtt nagyon sok tematikus kiállításon vettünk részt, és nagyon jól működik a csoport így ebben a munkában. Ez a 28 kép az önálló képek, ebben a gyönyörű neo-román környezetben egy művé álltak össze. Tehát a helyszín és az egyedi képek összessége egy külön művet teremtett. Nem is tudom most még elhinni, hogy én itt lehetek. És 14 éves koromig itt laktam a Rándai utcában, és ebben a templomban kereszteltek, és ide jártam hittalra, itt voltam első rendező. Úgyhogy nem is gondoltam, és ez egy olyan fantasztikus sors ajándék, hogy egyről nem is tudok mit kezdeni, de nagyon hálás vagyok, hogy ez létrejöhetett, és én itt lehetek. És hát ugye a műveknek a tematikája az maga a bibliai evangélium volt. Te melyik részét emelted ki ennek, és milyen módon valósítottad meg ezt? Összegzésként ezt a művet készítettem, Bálványok hallgatnak címmel. A képen egy kőszobrot jelenítettem meg, amelyik jelképezi a transzcendens tudást és minden olyan szereplőjét, akik itt a Földön elérték a transzcendens tudásnak a maximumát, mint Lao Tse, Buddha, Jézus Krisztus. Miért van lefedve a szeme a szobornak? Hát pont ezért, hogy a tudás ott van náluk, meg a látás, de ezt nem biztos, hogy át tudják adni. Nem biztos, hogy megpróbálták átadni, de nem biztos, hogy mindenki számára érthető. Tehát ez egy rejtett kőbezárt tudás, azt jelképezett. Milyen anyagokat használtál az alkotásod elkészítésekor? Én itt magamtól eltértem teljes mértékben, mert mindig olajvászonnal dolgoztam eddig. Most ez vászonhordozón van, de egy ilyen kollázs technika és akril technikával dolgoztam. Némi kis olaj beszúrás. Mennyi ideig tartott, ameddig elkészítettem? Elég sokáig, és szerencsére csináltunk, de jobb hogyha ha úgy csináljuk, hogy ezt már kipróbáltuk, hogy a művésztelepeken csináltuk, amit mi szerveztünk direkt a saját körünknek, mert akkor valahogy egymásra is inspirálóan hatottunk, és hát a határidőt így jobban be tudtuk tartani. Úgyhogy elég sokáig, 2-3 hónapig tartott. A hatok kiállításán megtekinthetőek Pácelt Andrea textilművész alkotásai is. Őt művészi hitvallásáról kérdeztük a kiállítás megnyitó rendezvényen. Szabó István szavaival a világból kiemelt kép ünnepélyes pillanat, amely örökre megállítja a futóárnyékot. Én igazából nem örökre, egy percre szeretném megállítani az ideérkező vendégeket, vagy aki megnézi ezt a kiállítást, hogy egy picit elgondolkodjon arról, hogy mi is az a pillanat, mi az ember a világban, a természetben, egyáltalán van a hit, a remény, a szeretet, a fény. Ezek mind olyan dolgok, amik mellett úgy elmegyünk, vagy nem tulajdonítunk nekik elég jelentőséget, pedig nagyon nagy érték lenne ez az életünkben, hogyha minél többet tudnánk elcsendesülni egy kicsit, és magunkban, magunkkal lenni, Istennel. És hát lenyűgöző ez az alkotás, ugye az alkotásod, ami a háttérben látható. Mennyi ideig készült ez a műalkotás? Igazából megvolt bennem az, hogy mit szeretnék, tehát hogy szeretném kifejezni a világosságot, a sötétséget, és ezt, hogy valóban az tapasztalja meg igazán a fényt, aki néha az árnyékot is. Tehát ez lefordítva mindennapokban, az örömök, a szomorúságok, az, hogy ez az egész hullámzás, tehát hogy ezek a kihívások, amikkel minden nap szembenézünk, ez ugyanígy egy kicsit nehezen szültem meg, mert végül is valaminek a lezárása, hát körülbelül 3 hétig csináltam, és ez a tűnemes technika, ez egyébként meg rengeteg öltés egy tűvel, egy kézzel, úgyhogy ez egy kicsit nehezebb volt, viszont nagyon jó csinálni, és a csend az megvan alatta, úgyhogy ez nagyon jó volt. Mit jelent neked a hatok alkotói közösség? Hát a hatok az egy csoport, egy ember, egy lélegzés, most már elmondhatom, azt hiszem, nem tudom a többiek hogy érzik. Sokat beszegszünk, sokat mondogatunk egymásnak mindenfélét, ez így, ez úgy, nem úgy kéne, így kéne. Nagyon sokat kiállt az ismerettségünk, 6. éve vagyunk együtt, ők nagykovácsiak, mi budaörsiek, és hát kiderült, hogy nagyon jól tudunk együtt dolgozni, közös tematikák, szellemiség, vonalak mentén most már 3. évben szereplünk
voltunk az Árszakrán is, és sok fesztiválon, sok nagyon szép helyen, Sümegtől Kalocsáig, Balkonyától Balatonszemesig, és hát természetesen Budapesten is, itt az agglomerációban, Pest megyében is sok kiállításunk volt már, és szeretnénk így együtt dolgozni, és örülnénk, hogyha minél többen eljönnének és megismernének minket, és tudnánk ilyen örömteli pillanatokat adni, amelyek megállítják egy percre ezt a futóárnyékot. A háttérben látható alkotás címe ugye a mértékletesség. Milyen módon dolgoztad fel ezt a témakört? Hát a mértékletesség a hét erények egyike. Annyit szerintem az érdekes így elmondani, mondjuk, hogy mi egy kalapba bedobjuk ezeket a címeket, és nem mindenki kihúzza a maga feladatát, és én a mértékletességet húztam, és sokáig gondolkoztam, hogy hogyan lehetne ezt ábrázolni. És eszembe jutott egyszer egy olyan kirándulásom, ahol hát egy tábor, ahol reggelinél svéd asztal volt, és mindenféle csemegéket lehetett válogatni. És abban az időben én még ilyen, mondhatjuk úgy, hogy falánk voltam, és hogy annyi mindent raktam a tálcámra, hogy nem bírtam megenni, és akkor ez az emlékem ugrott be nekem, amikor azon gondolkodtam, hogy a mértékletességet igazából a mértéktelenséggel patárosítva tudnám ábrázolni. És hát ahogy a munkámon látszik, hát én szobrász vagyok alapvetően, de hogy ebben a sorozatban, egy adott méretben és egy aránylag sík felületen kell dolgozni, de azért mégis egy 2,5 dimenzióba kiléptem a térbe, és ha már nem egy vászorra festek, akkor azt gondoltam, hogy többféle anyagot felsorakoztatok, amitől nagyon izgalmas lesz a területemnek a mindenféle része. Tehát itt van fa, textil, homok, csiga, kötél, fém, tehát hogy majdnem minden anyag rajta van, és témában azt szerettem volna ábrázolni, és ez talán sikerült is, hogy egy olyan lehetőségnél, amikor az embernek korlátlan vagy határtalan a lehetősége, akkor is csak annyit merít magának a mértékletes ember. Két egyforma kaliberű vagy képességű ember van ábrázolva. Az egyik az annyit merít magának, amennyire szüksége van, a másik az meg dézsával jön, mert hogy ő ha ingyen van, akkor szeretné ebből a legtöbbet magának. Az, hogy ők ruha nélkül lettek ábrázolva, ezzel mit szerettél volna üzenni? Hát ez finoman az üzenet, hogy nem akartam behatárolni semmilyen olyan stílus egyel, amitől azt mondod, hogy reneszánsz, vagy ókori, vagy modern. Igazából a turbán az, ami egy ilyen finom kis utalás, hogy az, akiről szól, annak fehér turbánja van, tehát valahol tisztább, mint a másik, akinek szürke. Tehát ez egy ilyen vizuális üzenet, vagy egy kódolás annak, hogy mi a kettőjük közt a különbség. Amúgy alkatra és formátumra ugyanaz a korosztály, és nem tudom. Tehát hogy nem akartam behatárolni, hogy milyen réteg, csak magára a helyzetre, a jelenetre koncentráljunk. Mennyi ideig készült a háttérben látható alkotásod? Az alkotásnak van az elméleti része, amikor kigondolja az ember a motivumokat, a kompozíciót, tehát hogy ezt is belevesszük. Summa summarum. Summa summarum, nem tudom, ez mondjuk 2 hét, de hát ez most vagy gyorsan faragok, vagy nem, hogy megvannak-e azok az anyagok, tudom-e a technikákat társítani, tehát hogy ez fejben legalább ugyanolyan hosszú ez a meccs, mint megvalósításban. Hogy érzed, hogy illeszkednek ezek az alkotások ide a bakácstéri templom altemplomába? Hát ez szerintem most hazabeszélek, de azt kell mondanom, hogy gyönyörű szép. Amikor ezt a lehetőséget kaptuk ide, jöjjünk le, eléggé lepusztult szegény kis épület, tehát teljesen igazából méltatlan, viszont az a fajta öregedés, ami igazából hosszabb folyamatnak kellene, hogy történjen, az teljesen erényére válik, olyan, mint egy finom nemes bor, aminél a kis repedések, foltok, mindenféle elszíneződések vagy halványulások, az mind emeli a helynek a fényét, és döbbenetesen jó, hogy minden fülke, tehát vegyük azokat a fülkeket, a boltíveket és az ablak bemélyedéseket, azokban pontosan annyi ilyen hely van, tehát annyi helyszín van, vagy ilyen részlet van, ahova ez a 27 munka befér. Úgyhogy szerintem, ha ebből itt lenne, akkor teljesen bologatna, sümbögne, és meghívnánk őt egy pohár borra.